Elengedheted? Hopsz, vigyázzál, mert az a válpánt. Forgattunk, de most egy kicsit másképp. Egy lelkes operatőr palánta igyekszik kiváló vágóképeket készíteni, természetesen a Fehérvár TV operatőrének segítségével. Több mint 30 általános iskolás gyermek ismerkedhetett meg szerdán a médiacentrumban zajló munkafolyamatokkal. Izgatottan ült be a hangmondó szobánkba ez a kisfiú, akit az érdekelt a legjobban, vajon hol születnek meg a televíziós narrációk az esti híradóhoz. Fehérvári beszélgetési műsor, ahol mindig aktuális témákkal foglalkozunk 25 percben. De autentikus módon egy készülő felvételbe is bepillanthattak a gyerekek. Vakler Lajos műsorvezető mesélt is nekik arról, milyen feltételek és szakmai képzettség szükséges ahhoz, hogy egy jól felépített tematika szerint elkészülhessenek, majd adásba kerülhessenek a beszélgetések. Vendége pedig a gyermekek kedvencévé vált. Kül-Lajos olimpiai válogatott legenda itt léte külön élmény volt a diákok számára. Találkozhattunk Kül-Lajossal és Puskás Ferenc barátjával, és tehettünk fel neki kérdéseket. Ám a kérdések között az is szerepelt, hol kerülnek adásba a készanyagok. Erről már itt az adás kiadóban meséltek kollégáink a szakmánk iránt érdeklődő fiataloknak. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor bementünk ott a stúdióba. Amikor felmentünk a tévénél, nekem azt tetszett ott nagyon, hogy pontosan melyik sziglet, és ahol a híradó volt. Mert hogy itt a súgógépet is kipróbálhatták a tanulók. Ahol a Miki így beült, az nem vicces volt. A program során a Vörösmarty Rádiót is meglátogatták a táborozók, az élőadásba is betekintést nyerhettek. Az Öreghegyi Plébánia Karitás csoportja jótékony célú rendezvényei közé tartozik, a már több mint 25 éve a rászoruló nagycsaládosok gyermekei részére rendezett egyhetes tábor, amelynek program sorában ezúttal a televíziózás és rádiózás világa is helyet kapott. Székesfehérvári taxitársaság vállalta, hogy ingyen elhozza a gyerekeket, 6 autót biztosított ehhez, és az autók szépen lassan felsorakoztak az udvaron, nagyon izgatottak lettek, úgy kellett őket csitítani, és utána árultuk el, hogy igazából ide jövünk hozzátok. Hát mindenki nagyon lelkes volt, úgy tulakodtak, hogy az autókba beülhessenek, és amióta megérkeztünk, azóta én azt látom, hogy nagyon lelkesek és nagyon érdeklődőek. Többen közölték, hogy itt fognak nálatok dolgozni a Fehérvár Média Centrumban. Úgyhogy szerintem életre szóló élményt szereztek ezzel, sőt van, aki a karrierjét is eldöntötte. A gyerekek többségének ez a tábor az egyetlen lehetősége az élményszerzésre. Azt pedig csak remélni tudjuk, hogy a program hatására néhány év múlva ismét találkozhatunk majd velük, akár itt a vágószobában, a híradó stúdióban, a rádió mikrofonjai előtt, vagy éppen a kamera mögött az élesben történő munkafolyamatok közben.